Sziasztok, újra itt vagyunk az első videónkban a Momentumról, és arról beszélgettünk, hogy ők cigányfaji felsőbbrendűséget szeretnének Magyarországon megvalósítani. Ennek a linkjét meg fogjátok találni a leírásban, hogyha esetleg nem láttátok volna. Ezt követően pedig a top 5 legdurvább gyilkosságról beszélgettünk Lantos Jánossal, aki most is itt van. Sziasztok. A jobb oldalamon. Ugye politikai uborka szezon van, és ez kicsit mindig a igazolások időszaka is, úgyhogy sztárigazolásként pedig Ábrahám Barnabás most a segítségünkre. Sziasztok, üdvözlök lesz mindenkit. A témáink pedig a baloldal és a Fidesz kormányok összehasonlítása abból a szempontból, hogy mi az, amiben kritikátlanul és tulajdonképpen mindenben, melyek azok a témák, amelyekben megegyeztek és nem volt felfedezhető szignifikáns különbség a kettő oldal között. Legelőször azt írtuk ide föl közösen, hogy például a kisebbségekhez való hozzáállásban, a cigány kérdésben szemmel láthatóak ugyanazt a taktikát követik, mind a kettő oldalnak megvannak a favorizált személyiségei, és rajtuk keresztül próbálják a cigány szavazatokat minden egyes választáson a saját táborukhoz állítani. Hogyan látjátok ezt árnyaltabban? Egyrészt ugye nyilván egyértelmű, hogy ebben a politikai kurzusban, vagy ebben a jelenkori politikai közegben ugye egyik nagy pólusnak sem a kormánypártnak, illetve sem a baloldali tömbnek nem érdek az, hogy ezt a kérdést normális hathatós keretek között megoldja, hiszen ezzel szavazatokat vesztenének. Tehát ez maga igazából a rendszernek ez az ördögi köre, hogy ahhoz, hogy ezt megoldják, ahhoz valószínűleg ezekből a rétegekből támogatást vesztenének. No, de akkor nem biztos az, hogy ők maradnak kormányon, ezért nem fogják megoldani. Tehát ez egy olyan ördögi kör, aminek egy olyan gordiuszi csomó, aminek feloldásához hát sok sikert kívánok mindenkinek, aki ezzel foglalkozni kíván, és szerintem pont ezért korszakalkotó az, vagy pont ezért fontos, hogy a Mi Hazánk mozgalom ilyen témákat is feszeget, ami lényegében szétfeszíti a társadalmat, és óriási problémát rejt magában az elkövetkezendő 10-20 vagy akár 30-40 évben is. Tehát ez ennél csak rosszabb lesz, hogyha nem találunk valami megoldást. Hát de azért adódik a kérdés, hogyha a cigány szavazatok tényleg ennyire jelentősek, és tényleg így befolyásolják a választásoknak a kimeneteit, akkor ők miért nem alapítottak egy önálló pártot, ami stabilan mondjuk fogna hány százalékot? 6-7-8? Ez már egy másik kérdés. Talán azért, mert efajle szervezőkészségekkel finoman szólva nincsenek megáldva, és például az ilyen momentumféle köröknek, nemzetközi pénzügyi köröknek ez még nem érdeke, hogy ilyet összegründoljanak. És egy pillanat erejéig visszacsatolnék a bevezetéshez, amikor azt mondtad, hogy a baloldal és a Fidesz politikáját, hozzáállását fogjuk vizsgálni. Nagyon örülök neki, hogy nem úgy mondtad, hogy a baloldal és a jobboldal, mert ugye pont az bizonyosodik be a fő témák mentén, hogy a Fidesz egyfajta másodlagos baloldalként funkcionál, tehát nem valódi nemzeti és jobboldali irányvonalat valósít meg. Erre kiváló példa is leképzi az elmúlt 30 évet, ami most a hetekben zajlik, és valószínűleg, amikor a videó megjelenik, akkor már lehet, hogy okosabbak leszünk, hogy mi történt. A Jászságban ugye Pócs János fideszes országgyűlési képviselő a Mi Hazánktól és a különböző nemzeti szervezetektől félti a közbiztonságot. Na most nagy összegben fogadnék rá, hogyha a Jászságnak nem fideszes országgyűlési képviselője lenne, hanem legyen az MSZP, DK, hát most már Jobbik, stb. Szó szerint ugyanezek a mondatok hangoznának el, hogy nem kell idejönni, feszültséget szítani, stb. A tisztességes róma emberek védelme, stb. Tehát ugye megjelenítenék megint csak azt a politikát, ami az elmúlt 30 évben a két nagy tömbre jellemző volt, hogy ugye, amit a Barnabás mondott, szavazatokat látnak a cigányságban, nem ismerik el annak a létét sem, hogy létezik olyan, hogy cigánybűnözés, aminek kőkeményen vannak etnikai alapjai, és tágabb értelemben egy szociokulturális kérdésről is beszélhetünk, amelyhez ugye nagyon sok magyar ember is csatlakozik már sajnos, de mégiscsak azért még azt lehet látni, hogy a mozgatórugója ennek a hazai cigányság egy része, tehát nem is akarnám ezt annyira hosszan ecsetelni, de ami most a Jászságban és a fideszes országgyűlési képviselő kommunikációjában tapasztalható, az teljesen rávilágít arra, hogy a Fidesz
éppen ugyanazt, milliméterre ugyanazt a kommunikációt viszi, amelyet a korábbi évek akármelyik baloldali vagy liberális kormányai tettek. Szeretnénk ezt a videót a Facebookon is közzétenni, ezért csak nagyon szörmentén merem említeni az LMBTQ témát, illetve ugye az úgynevezett pedofil törvényt. Ezt hogy látjátok, ez pedofil törvény, vagy nem pedofil törvény? A liberális, az ellenzéknek a liberális része és a Fidesz látszólag ebben a kérdésben nagyon-nagyon szemben áll. Ugye a Fidesz azt fogalmazza meg, hogy a gyerekeket szeretné megvédeni a pedofiloktól, de ezzel párhuzamosan csupán 500.000 forintra büntette a saját emberét, ugye Kaleta Gábort, akinek véletlenül 19.000 darab ilyen felvétel volt megtalálható a hivatali laptopján. Mit gondoltok, mi ebben a helyes álláspont? Nyilvánvalóan jobboldali emberként, meg amúgy is egyébként minden normális ember számára ez vitathatatlan az, hogy ezt az LMBTQ propagandát ezt nem szabad egyáltalán, nyilván az ember azzal sem ért egyet, hogy ezt intézmények közé vigyék, vagy hogy egyáltalán ez megjelenjen a társadalomban. Na de hát amikor ezt akár óvodákba, iskolákba, gyerekek közé akarják szállítani, nyilvánvalóan az meg nem, hogy amúgy is átlépi a vörös vonalat, de messze-messze el is hagyja. Tehát egyértelmű, hogy az ember az ilyen törvényeket csak támogatni tudja. Jellemző, hogy a Fidesz jó szokásához híven ugye magát a törvényt, illetve annak a jelentős részét azt a Mi Hazánktól lopta, hiszen már 2019-ben beszéltünk erről a parlamentben. Igen, bocsánat, hogy most ugyan a baloldal és a Fidesz hasonlóságairól beszélünk. Ebben eltér mondjuk a Fidesz, hogy gyakorta átemeli a Mi Hazánknak a javaslatait, bár nem mindig abban a formában, ahogy azt mi megfogalmaztuk, lebutított válfajjai tapasztalatok, ezt mi természetesen üdvözölni tudjuk, csak mindig felhívjuk a figyelmet, hogy ez tőlünk származik, és az én magánvéleményem szerint, hogyha már a pedofil törvényről van szó, ez nagyon helyes, amit a kormány ebben a tekintetben meghozott. Mondom, személyes vélemény szerint ez még mindig kevés, tehát én sokkal-sokkal súlyosabb büntetési tételekben gondolkodnék a pedofilok ellen, tehát inkább nem is megyek bele, mert nem, hogy Facebook kompatibilis nem lesz, hanem egyáltalán semmilyen kompatibilis. Azért a jegyzőkönyv kedvére azt tegyük hozzá, hogy persze a Fidesz hozott egy ilyen törvényt, de hát a Nemzeti Kulturális Alap pedig pénzzel támogatta azt a mesekönyvet, pénzzel támogatott egy olyan mesekönyvet, ahol királyfi és királyfi és királylány és királylánya felállás, szóval az itt is látszik a... Igen, tehát a gazdasági érdekek is sok esetben. Azok azért általában... Fidesz kétarcúsága igazából, amit megszokhattunk. Hát most nyilván a társadalomnak a jelentős része, ami elítéli ezt a propagandát, most nyilván annyi fog ebből lejönni, hogy köszönjük Fidesz, hogy ezt is megoldották, stb. És nyilvánvalóan ez a mi feladatunk az, hogy ezért a társadalmat emlékeztessük, hogy ezt igazából ez a mi fejünkből pattant ki, úgymond, hogy hoppá, ezzel is kéne foglalkozni. Na hát a másik, amire még kíváncsi leszek, az, hogy az oké, hogy most nagy csinadrattával hozták ezt a törvényt, na de hogy az elkövetkezendő évek folyamán ez mennyire lesz betartva. Tehát lehet, hogy egy ilyen pintéri két hét alatt rend lesz a dologból, és akkor ugyanúgy nem lehet komolyan venni, vagy ezt tényleg komolyan veszik majd? Meg fogjuk látni. Van még ehhez esetleg? Vagy... Ehhez egyelőre akkor, nincsen. Akkor nézzük a következő témánkat. Ez pedig ugye az, hogy a minden józan logika szerint, minden józan gondolkodás szerint a baloldal, mindenkori baloldalnak, ugye a klasszikus felfogás szerint a baloldalnak lenne az a feladata, hogy az elesettebb szociális rétegeket támogassa, mondjuk a nagy külföldi, és hát ha már baloldali szakzsargonnal élünk, akkor a kizsákmányoló multik ellen. Ehhez képest most a Fidesz kormányának a 11. évében látjuk azt, hogy tulajdonképpen most már minden német és egyéb gyár itt van Magyarországon, és a munkavállalók pedig hát megalázóan alacsony bérekért dolgoznak, de akkor téged kérdeznék, mert te vagy ennek a témának a vívője. Hát ezt nagyon röviden össze tudnám foglalni, össze is foglalom. Tehát akár baloldali kormány volt az országban, akár jobboldalinak mondott Fidesz kormányzás, a multikhoz való hozzáállás az megint csak milliméterre pontosan ugyanaz,
a szemlélet, hogy örüljünk annak, hogy itt vannak, örüljünk annak, hogy munkát adnak, de hogy mennyi pénzt adnak, milyen körülmények között dolgoztatják a magyar embereket, még föl se vetette egyik kormány sem. Tehát semmi ilyesmiről nem volt szó, tehát egyfajta gyarmati mentalitást tapasztalhattunk az elmúlt 30 évben, és még egyszer mondom, ugyanaz volt a baloldali kormányok alatt, ugyanaz a Fidesz kormány alatt, hogy a multiknak a kegyeit keresték, és soha föl nem vetette egyik kormány sem azt, hogy miért nem olyan béreket kapnak, mint Nyugat-Európában, miért vannak ilyen és olyan szabálytalanságok, stb. Tehát ez megint csak egy olyan téma, ami ugyanaz az álláspontja mind a két tömbnek. Van egy olyan megközelítés is, hogy ha mondjuk speciálisan a nagy német autógyárakról beszélünk, hogy ők mindenkori német kormányokra is képesek hatást gyakorolni, és képesek polipként az egész német politikai folyamatokat is irányítani, az akkor Magyarországon ez valószínűleg még hatványozottabb. Hát lassan ezek a multinacionális vállalatok ugye már átveszik néha a kormányok szerepét. Például nagyon érdemes megfigyelni azt, hogy hogyan tematizálnak bizonyos témákat, társadalmat, politikai szférát érintő témákat. Elég, ha megnézzük most akkor egy szóval visszautalva az LMBTQ lobbira például, akár itt ugye az EB során, amit csináltak, hogy hirtelen az összes ilyen nagyobb az EB támogató, ugye multinacionális cég hirtelen szivárvány színű lett. Érdekes, hogy a magyarországi Telekom dolgozóinak, mint egy 4300 dolgozójának küldtek ki egy belső körlevelet, ahol igencsak presszionálják őket arra, hogy jó lenne részt venni ezen a felvonuláson. Mondjuk amennyire tudom, ez annyira nem aratott nagy sikert a dolgozók körében. Azon nem csodálkozok egy cseppet sem, csak ugye azért élek a gyanúperrel, hogy aki ennek hangot is adott, az esetleg a későbbiekben hátrányosan lesz megkülönböztetve. Ne legyen így, de hát a tapasztalataink azok azt mutatják, hogy nagyon is előfordulhat, tehát, és hiába van Fidesz kormány, tehát ezekre a folyamatokra semmiféle hatása nincs, és félelmez, ami nem is akarnak, nem is mernek ezzel szembe menni. Meg hát nyugaton ez már egy bevett dolog, hogy így terrorizálják. Nem is kell egyébként szimpla munkavállalónak lenni, lehetsz akár vezetőségi tag is, hogyha nem értesz egyet mondjuk ezzel a hullámmal, ezzel az új hullámmal, akkor gond nélkül kirekesztenek vezetőségi szinten is. Nem is tudom, most nem akarok hülyeséget mondani, de talán a Mozilla Firefoxnak járt így az igazgatója, vagy valamelyik valamit ilyen, lájkolt talán, vagy valami ilyesmi. Igen, és akkor, hogy ő volt az igazgató, vagy legalábbis az igazgató Tanács, és gond nélkül megszabadultak tőle. Igen. Mindenesetre arra azért kíváncsi leszek, hogy most nem tudom, talán jövőre lesz VB még hozzá Katarban. Igen. Vajon ott is szivárvány színű lesz minden, mert ugye a multik azért azt ravaszak egyébként, mert azt még érdemes hozzátenni, hogy ezt nem feltétlenül azért csinálják, mert ők egyet értenek ezekkel, hogy az LMBTQ jogokat úgymond képviselni kell. Tehát még ilyen szinten is álságosak, hogy amúgy igazából ez se fontos nekik, csak ugye nyilván a bevételeket maximalizálni, most ez a menő. Én nem csodálkoznék, hogyha Katarban ezeknek a jogoknak a képviselete majd elmaradna például. Hirtelen úgy látják majd, hogy ott ez okafogyott, ott nem kell képviselni, és igen, holott tudjuk, mondván, hogy kár ugye a politikát a sportba keveri, igen, ezt igen, fogják igen. mondani. Ugye ott ténylegesen büntetendőek olyan dolgok, amiről itt szó nem lehet. Méghozzá elég súlyosan tehát büntetendőek. Tehát ahhoz képest a magyar törvény az egy ultraliberális tákolmány, amit ott van, és ezzel nem azt mondtuk, hogy az rossz, de ezek tények. Érdemes egyet tovább gondolni ezt a szituációt, mert pont azok a multik, akikről most beszéltetek, ugye egyrészt persze támogatják ezt a gender lobbyt, de azért azt is tudjuk, hogy a különböző NGO szervezeteknek, akik pedig a bevándorlókat azért szállítják Európába menetrendszerűen, őket is nagyon-nagyon sok pénzzel és folyamatosan támogatják, és teljes willkommens kultúr van. Na most pont, amit az előbb fejtegettetek, hogy azok a bevándorlók, akik beérkeznek vagy beérkeztek Európába, hogy azoknak a jó része a transvestitákkal, a homoszexuálisokkal és a leszbikusokkal hogyan járna el, az már nyilván ennek teljesen az ellentéte. De egyébként meg ez a levél, ez a telekomos levél, ez megdöbbentő részletességgel és megdöbbentő pofátlansággal invitálja a dolgozóit a,
a Pride-ra, és akit ennek a részletei érdekelnek, az meg fogja találni a leírásban a linket, egy kiváló írás jelent meg erről a legolvasottabb jobb oldali hírportálon, de menjünk is tovább. Bocsánat, még tovább, csak egy pillanat, nem itt ne menjünk tovább, mert ezt muszáj ezt ide szúrni, ugye, hogy akiket ugye behoznak Európába, ugye harmadik világbeli migránsok, naponta lehet már lassan ilyeneket olvasni, hogy ugye megtámadják ezeket a Pride felvonulásokat, stb. Most is talán észak-afrikai migránsok támadtak meg Spanyolországban egy ilyen menetet, vagy valahol ott Dél-Európában, lényegtelen. Hát és ez ugye a liberális kormányoknak azért mekkora dilemma lehet, ugye ez a tipikus esete, amikor a védett állat lelegeli a védett növényt. Tehát most akkor mi a túrót csináljanak? Tehát akkor kinek a jogait képviseljék? A hőnszeretett migránsokét, vagy a piedesztára emelt aberáltakét? Tehát komoly dilemma. Hát a vicces is lehetne, akár csak a megoldás az megint csak ránk marad. Hát ez már szokás szerint. Hát az meg van, már igen. A spanyolországi állapotokról mond el sok mindent, hogy egy ilyen aberált menetet észak-afrikai bevándorlók támadnak meg. Hát igen. És nem a spanyol. És esetleg nem más szervezetek, hogy itt most ne is... Elveszik a munkát a hazafiak. Nevesítsünk. Hát bizony, ez az ottani mindenkori jobboldalnak lenne ugye a feladata. Nem is tudom, hogy ilyenkor ez egyáltalán hogy történhet ugye meg, hogy biztos, hogy ők is tiltakoznak, vagy az épp aktuális, radikális jobboldali szervezetek, stb. Csak ugye ez a hírekben már úgy interpretálódik, hogy inkább a migránsok azok, akik tényleg tetlegesen fellépnek ezek ellen, nem hiába ők kerülnek aztán a hírekbe. Hát nyilván ez a liberális kormányoknak ez már, vagy jobb liberális kormányoknak, mert ide lehet sorolni ezeket a hivatalosan jobboldali, de egyébként liberális elveken működő jobboldali kormányokat is, vagy jobboldali pártokat. Ez egy nagy dilemma nekik, hogy most akkor kit védjenek és hogyan. Érdemes megemlíteni egy másik témát, ahol a nemzetinek mondott fideszes kormányzat és az ezt megelőző balliberális kormány álláspontja feltűnően megegyezik, illetve feltűnően egy vagonban utaznak ebben a kérdésben, ez pedig a Magyarországon élő kisebbségekhez való hozzáállás, és itt ugye nem feltétlen a cigányságra gondolunk, hanem mondjuk a hazánkban élő zsidókra, ugyanúgy állnak hozzájuk, és mondjuk Izrael állam külpolitikáját is ugyanolyan nagy súllyal, illetve hangosan tapsolják meg ezt, hogy látjátok? Hát ez abszolút így van, tehát ugye az elmúlt 30 évben egy csúcsra járatott harc folyik a legtöbb esetben nem létező antiszemitizmus ellen, tehát ennek egészen jelképes példái is vannak, hogy a Fidesz és akkor még ugye az MSZP volt talán a legerősebb baloldali párt, egy színpadra állt az antiszemitizmus elleni harc jegyében, és abszolút mértékben ez is így van, tehát hogy Izrael állam az az állam, amelyhez nem lehet egész egyszerűen úgy viszonyulni, mint a többi állam valamelyikéhez, hogyha mondjuk valami tetszik ott velük kapcsolatban, akkor azt mondjuk, hogy jó, de hogyha valami nem tetszik, akkor azt mondjuk, hogy rossz, nem, abszolút itt semmi ilyesmiről nincsen szó, mert ugye hát azt megtanította nekünk már a magyarországi baloldal és a Fidesz is, hogy az Izrael kritika az nem más, mint antiszemitizmus, holott ez nincs így, hát miért ne lehetne legitim álláspontot megfogalmazni egy államnak a politikájáról, mint ahogy bármelyik más államnak a politikájáról. Bocsánat, egy legitim államnak a politikájáról, ugye? Hát igen, egy legitim állam politikájáról igen. Legitim kritikát lehet mondani. Igen. Azokat a témákat érdemes keresni, és azokkal érdemes foglalkozni, amik úgynevezett ilyen, vagy amelyek ilyen tabunak számítanak. Talán ez a legékesebb példája. Nagyon jó mutatja, hogy ez az állítólagos demokrata szabadság, amit demokratikus szabadság, amit ugye hangoztatnak, szeretnek hangoztatni, ez meddig terjed. Nyilvánvalóan ez ott csapódik le, hogy nézd meg, meddig terjed a szabadságod, és illetve, hogy kinek van kezébe az igazi marsalbot, ugye, azt, akit még a nagy szabadságot közepette is tilos kritizálnod. Tehát ehhez igazából ennyit tudok mondani. Most az, hogy ezt a baloldali, illetve a jobboldali, úgynevezett jobboldali kormány is ugyanúgy kezeli az Izraelhez fűződő viszonyunkat, illetve a zsidókhoz fűződő viszonyunkat. Hát ez kiválóan megmutatja azt, hogy,
valójában, kik határozzák meg a fő politikai vonulatokat Magyarországon. Úgyhogy ez egy olyan téma szerintem, hogy ők maguk jobban szeretik mérni azt, hogy a társadalom mennyire antiszemita, mint amennyire ez általában úgymond közembereknek mondjuk mindennapi téma. Egyébként ez az embereket nem érdekelni. Tehát ez nem lenne igen. Ez egy mesterségesen gerjesztett folyamat, hogy erről kelljen beszélni, és más valóban fontos témákról elterelni a figyelmet. Tehát nem hiszem, hogy a társadalomban, vagy az úgynevezett most idézőjeles átlagembernél ez naponta téma lenne, hogy akkor ők mennyire antiszemiták, ezt ők maguk szeretik méricskélni. Ez egy ilyen politikai bunkos. Az viszont megint érdekes, Nyugat-Európa, hogy ugye ott is növekszik a elméletileg az antiszemitizmus most ott. Egyébként el is hiszem, hogy így van. Na de hát az már nem az őslakos európaiakhoz mérhető legnagyobb valószínűség szerint, hanem a harmadik világból beérkezett iszlámvallásúakkal kapcsolatos. Hát ez a... Most erre mit lehet mondani? Hát... Itt megint ugyanaz van, mint az előző témánál, hogy a homoszexuális felvonulást megtámadták a migránsok, ők meg a migránsok megtámadják a zsidó közösségeket. Hát akkor most kit védjünk? Akkor igen. Most mi van? Igen, igen. Meg hát ugye ez azért is ironikus, mert azért itt a bevándorlást nagyon támogató, elősegítő, elsősorban ugye baloldali politikusok, megmondó emberek, 68-asok ugye között rengeteg zsidó származású ember volt. Hát most így a saját közösségükkel is úgymond kitoltak, hogyha ezt nézzük. Hogy most ez benne volt a pakliban, amikor ezt az egészet kitalálták, vagy nem. Ez érdekes téma lehetne egyébként, de hogy ezzel valamilyen szinten maguk alatt is vágták a fát, az biztos. Köszönjük szépen akkor Lantos Jánosnak és Ábrahám Barnabásnak a közreműködést. Annyit fűznék még hozzá, hogy amennyiben tetszett a videó, akkor mindenkit kérek, hogy iratkozzatok fel a csatornára, és nézzétek, osszátok. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük, sziasztok.